A magyar kormány múlt heti bejelentése után világossá vált, hogy a március 16-ától bevezetett digitális tanrend szerint fejeződik be az aktuális tanév. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ugyanakkor arról is szólt, hogy június 2-től minden iskolának lehetősége van arra, hogy kiscsoportos személyes konzultációkat vagy egyéni felkészítéseket tartson. Mivel a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban eredetileg is csupán június 11-ig tartott volna a tanítás, kollégiumi elhelyezésre pedig nincs lehetőség, az intézmény oktatási célja már nem fogad gyerekeket a fennmaradó napokban. Megfelelő számú osztályzat van, tehát biztonsággal le fogjuk tudni szállni őket, és amit megengednek a jogszabályok, hogy kiscsoportos felkészítés, személyes találkozás, mivel nálunk a kollégiumokról még ugye nem született döntés, és az iskolának több mint a negyede kollégista, mi ilyeneket nem tervezünk. Természetesen a szülői igényeket meg fogjuk nézni, de azt gondolom, hogy mi már most középiskolások esetében maradunk a digitális tanrendnél. Bár a középiskolai ballagások elmaradtak, és júniusban klasszikus értelemben vett évzáró ünnepség sem tartható, az Zrínyi Ilona gimnázium pedagógusai azt tervezik, hogy szervezett keretek között a nyári szünet előtt még egyszer lehetőséget adnak a találkozásra. Amit mi szeretnénk, hogy június 10-ére minden osztály és osztályfőnök egy ilyen közösségi napot szervezne, hiszen talán a legjobban a gyerekeknek ugye ez hiányzik, hogy nem voltak együtt. Ez bármilyen szabadidős program, tehát most a diáknap az nem iskola szintjén lenne, hanem 10-én osztályszinten és szabad téren, hogy most ez sütés, főzés, egy kisebb túra, valakinek a telkére kimennek játszani. Itt pár osztálynak, akár az udvaron, kollégium udvaron tudjuk ezt biztosítani, tehát mi egy ilyen közösségépítő napot szerveznénk. A digitális oktatásra való átállás a nyíregyházi Bem József általános iskolában is viszonylag gyorsan megtörtént. Balogné Mester Éva intézményvezető ugyanakkor úgy fogalmazott, mind a gyerekeknek, mind a pedagógusoknak hiányzik a tantermi oktatás. Éppen ezért az előírt feltételek mellett június 2-től várják azokat a gyerekeket, akik az iskola falain belül szeretnének ismeretanyaghoz jutni vagy javítani. A tanulóknak a tanévben a digitális munkarend ideje alatt elmaradt esetleges hiányosságai pótlására, vagy a felzárkóztatására mindenképpen szeretnénk kiscsoportos formában megszervezni a kollégákkal ezeket a foglalkozásokat. Természetesen nekünk nagyon fontos az angol nyelv oktatása, tehát az angol nyelv területén is mindenképpen fogunk szervezni kiscsoportos formában tehetséggondozó foglalkozásokat, illetve fejlesztő foglalkozást, tehetségfejlesztő foglalkozást a kollégákkal egyeztetve. Ennek a folyamata most történik, és a kollégákkal most beszéljük meg ennek a menetét. Elsősorban az általános iskolákat érintő változás továbbá, hogy június 2-től minden intézménynek meg kell szerveznie a tanulók nyári felügyeleti rendszerét. Ennek értelmében a jövőben a szülőknek nem szükséges munkáltatói igazolást bemutatniuk a felügyelet igénybevételéhez. A Bem József általános iskola vezetője hozzátette, szeretnék, ha ezek a napok is tartalmasan telnének, így a pedagógusok különböző játékos és sportvetélkedők megszervezésén dolgoznak majd a közeljövőben.